Szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Önök a Fókuszban című magazinműsorunkat látják itt a TV Szentendrén, melyben ez alkalommal vendégem Trombitás Titánia, a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatai Egyesületének alelnöke. Szervusz! Köszönöm szépen a meghívást! Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Tavaly egy kollégínál itt volt velünk. Hasonló témában beszélgettünk, mint ami most aktualitást élvez nálatok. Na de egy kicsit kérlek, mutasd be nekünk magát az egyesületet, ahol alelnök vagy. Hát a neve már elhangzott, és tulajdonképpen a neve az mutatja is, hogy mivel foglalkozik. Ez az egyesület az Szentendrei Önkormányzattal elég szorosan együttműködve a nemzetközi kapcsolatokat ápolja, illetve támogatja. Ez konkrétabban azt jelenti, hogy Szentendre testvérvárosaival tartja a kapcsolatot, főleg civil vonalon, és hát emellett mindenféle, ami ezzel kapcsolatos. Tehát a vendégek fogadása, saját magunknak is szervezünk olyan utakat, amikkel megismerhetjük a testvérárosokat, például most szeptemberben tervezünk egy buszos látogatást Gubbióba, az olasz testvérvárosunkba. Az angol és a német testvérvárosunkkal nagyon-nagyon szoros az együttműködésünk, már több mint 20 évre tekint vissza. Tehát főként az ilyen civil vonalat próbáljuk erősíteni, illetve emellett kapcsolódik az egyesület tevékenysége a jótékonysághoz is. Modvai Csángó gyermekek magyar oktatását támogatjuk, illetve az elnökünk elnöke egy ezzel a foglalkozó szervezetnek, a Kemcsének, úgyhogy más civil szervezetekkel is elég szorosan együttműködünk. Szerintem bátran említsük meg az elnök nevét. Jolanda Villemzének hívják, és a másik fő profi ennek az egyesületnek a Európai Népek Fesztiválján való részvétel. Ami most képzi az aktualitást nálatok. Az egyesület maga mióta van jelen Szentendre életében? Hát, ha jól emlékszem, most már 20 éve körülbelül. Azért van már tapasztalat bőven. Te mióta vagy jelen ebben az egyesületben? Én 2008-ban kerültem először kapcsolatba az egyesülettel, aztán 2011-ben bővebben is részese voltam az eseményeknek, ugyanis 2011-ben ezt az Európai Népek Fesztiválját Szentendre rendezte meg, tehát itt 500-700 külföldi fiatal, illetve vendég fesztiválozott nálunk. Akkor kapcsolódtam vele, és akkor onnantól kezdve folyamatos a részvételem. Anno 2008-ban hogyan találkoztál az egyesülettel, kitől hallottál e felől? Édesanyám révén hallottam, ugyanis én a Szent András általános iskolába jártam, viszont utána Budapestre kerültem gimnáziumba, illetve a Magyar Táncművészeti Főiskolán tanultam, eközben klasszikus balett szakon, és a szüleim szerették volna kicsit egyengetni abból a szempontból az életemet, hogy maradjon szentendrei kapcsolatom is, illetve személyes kötődések, barátságok, ugyanis, hogyha az ember azért minden nap bejár reggel 8-tól este 8-ig Budapesten van, hétvégén tanul, vagy éppen a családjával tölti az időt, akkor azért így az általános iskolai kapcsolatok, barátságok meg tudnak fakulni. És édesanyám hallott először erről az egyesületről, ő kapcsolódott be, és akkor így finoman engem is beleterelgetett, és nagyon örülök neki, mert tényleg nagyon sokkal jobban erősítette a Szentendréhez való kötődésemet, és életre szóló barátságokra. És hát alelnök lettél ebben az egyesületben. Szentendrei vagy, vagy Budapesten élsz egyébként? Szentendrei vagyok. Tehát és itt most maradtál. Is itt élek. Igen. És a kapcsolatok is megmaradtak, sőt, tovább erősödtek. Igen. Az Európai Népek Fesztiváljáról beszéljünk egy kicsit. Talán nem mindenki számára egyértelmű, hogy ez mit jelent. Hát ez egy nagyon összetett dolog, úgyhogy megpróbálom minden irányból megközelíteni. Köszönjük. Ez egy olyan fesztivál, amit egy nemzetközi szervezet rendez meg, illetve szervez, és ennek a nemzetközi szervezetnek különböző európai országok kisvárosai a tagjai. Így Magyarországot Szentendre képviseli, és ezt a fesztivált 1992 óta minden évben megrendezi ez a nemzetközi szervezet. Azon vajon 92 óta részt vesz Szentendre? Nem, Szentendre
Nem tudok pontos dátumot mondani, de több mint 10 éve igen, részt veszünk ezen. És az a különlegessége, hogy minden évben másik országban kerül megrendezésre, mindig a valamelyik tag kisváros rendezi meg, így került ránk a sor 2011-ben. Mi alapján dől el, hogy a következő évet ki fogja szervezni? Melyik városban lesz? Hát ez egy közös megállapodás. Minden év októberében szokott lenni egy ilyen pre-meeting, ami előkészíti a következő év fesztiválját, és akkor ezen a nemzetközi megbeszélésen vagy gyűlésen szokott ez. Tehát akkor ne úgy képzeljem el, mint az Eurovíziós Dal Fesztivált, hogy aki a legjobban teljesít, ott lesz a következő fesztivál. Mindenkire rákerül a sor. Most nem tudom pontosan hány taggal működik ez a szervezet, de az átlag ez ilyen 10-14 ország. Úgyhogy egy ilyen, mondjuk egy ilyen 10-12 éves periódus után szokott újra ugyanarra a kisvárosra kerülni a sor. Fesztiválokról azt gondolom, hogy egyre többen talán az jut az eszünkbe, hogy mindenki sörrel a kezében tombol egy színpad előtt. Na de ez nem így történik nálatok. Hogyan képzeljük el ezt a fesztivált? Hány napos? Idén hol lesz és milyen programok vannak? Hát így történik egyébként. Tényleg? Illetve így is történik. Azért nagyon különleges ez az egész, mert mindamellett tényleg megvan az a hangulat, ami egy fesztiválnak. Szóval minden este diszkó van, koncertek, sörözés is van bizony, meg mindenféle... Kellett nekem jó... megszólalni. Igen, semmi baj, legalább kiderül. Mindenféle jó program van, amellett van egy nagyon komoly küldetése is, mégpedig az, hogy ez az egész egybecseng az Európai Uniónak azzal az alap gondolatával, illetve alap eszméjével, hogy az, hogy a nemzetek jobban megismerik egymást, személyes kapcsolatok alakulnak ki, toleránsabbak tudunk lenni egymás kultúrájával, egymás látásmódjával kapcsolatban, illetve szemben. Ez talán elősegíti azt, hogy itt Európán belül megmaradjon a béke és az összetartozás, vagyis az összetartás, a nemzetek összetartása, és pont emiatt alakult ez így, hogy minden országból van egy 30-50 fős delegáció, ami 18 éves korosztálytól egészen 99, sőt 100 éves korig bárki jelentkezhet, úgyhogy ez igazából minden korosztály számára nyitott. Valamikor gyerekeket is hoznak. Uh-huh. A már fesztiválon alakult családok, illetve kapcsolatokból született gyerekeket is sokszor Mert hogy hoznak. Ilyen is történt? Igen, igen, igen. Erről mesélj nekünk egy kicsit. Hát pont azért, mert ilyen nagyon szép múltra tekint ez az egész vissza, illetve az is egy jellegzetessége, hogy nagyjából minden évben ugyanazok találkoznak. Tehát mondjuk ebből a 30-50 főből egy 20 fő az mindig egy ilyen kis kemény bázis mag, akik több éven keresztül járnak, és akkor hozzájuk csatlakoznak a barátok, ismerősök, akik még így bekapcsolódnak a fesztiválba, vagy akár a fesztivált képviselő szervezet életében, mint nálunk is. És hát igen, volt már arra példa, hogy szerelmek, kapcsolatok alakultak ki így a fesztivál alatt, amikből aztán házasság lett, aztán gyermekáldás, és nálunk is van egy ilyen példa, egy szentendrei lány egy német úriemberrel ismerkedett meg, és már azt hiszem 2 éves gyermeküket nevelik. Micsoda sztorik. Igen. A fesztivál maga mire épült? Tehát a programokat hogyan képzeljük el? Vannak különböző megmérettetések, kvízjátékok, ahol még inkább megismerhetjük az adott nép kultúráját? Igen. Ez sport és kulturális fesztivál is egyben. Van egy kerete, ami úgy épül fel, hogy van 5 sportág, illetve 5 kulturális terület, amin a nemzetek megmérettethetik magukat. Ez most ebben az évben a foci lesz, a kosárlabda, a strandtenisz, az úszás és a petánk. Kulturális területen pedig utcaszínház, kulturális műsor, főzés, gasztronómia, festészet és fotográfia. Hol lesz pontosan idén? Ezt elmondtuk már? Nem, ez most Litvániában, Randviliskis városában fog megrendezésre kerülni. Ilyenkor a Szentendrei delegáció valamelyest felkészül együtt?
Igen, ez is egy nagyon-nagyon szép része ennek az egésznek, hogy ez a csapat nem csak így a fesztiválra jön össze. És ez is nagyon-nagyon adja az Egyesületnek az erősségét, illetve a Szentendrei Fiatalok Összetartásának az egyik, nem tudom, ilyen mutatója, hogy emellett szervezünk más eseményeket is, tehát közös grillpartik, elmegyünk valahova együtt kirándulni, és igazából már ott is ilyen közösségépítés folyik, de azért ezt a komolyabb fesztivált megelőzi néhány közös összejövetel, azért próbálni kell a kulturális műsorokra, aztán a csapat, hogy összeálljon a futballmérkőzésekre, ott is szoktunk közös edzéseket szervezni így a nyár folyamán, úgyhogy valami előkészület azért megelőzi. Mikor és hol volt a legszebb eredmény, amivel végeztetek egy-egy ilyen fesztiválon? Lengyelországban volt 2014-ben, ha jól emlékszem, vagy 15-ben, amikor az első helyezést hoztuk el, és az egy csodálatos élmény volt, nem is gondoltuk volna, de akkor nagyon szépen szerepeltünk, mindamellett, hogy ez az egész nem, tehát egy ilyen nagyon barátságos légköre van ennek a fesztiválnak, és nem kifejezetten a versengésre megy rá, csak ez ad neki egy plusz töltetet, és pont ettől különleges, hogy napközben megvannak azok a programok, amiken a futballmérkőzések, a szurkolás, akkor azzal párhuzamosan valahol éppen az utcaszínházak adják elő műsoraikat, tehát hogy ilyen nagyon széles tevékenységi kört fed le maga az egyes, vagy a fesztivál, és lehet válogatni, hogy éppen ki melyik programra szeretne menni, és akkor napközben ezek lezajlanak, este pedig kezdődnek a mindennapos koncertek meg a hajnalig tartó mulatozás. A csapattagok egészen biztos, hogy csomagolnak már, hiszen jövő héten indultok az említett országba is megmérettetésre, hiszen egy kicsit azért ennek is mondhatjuk ezt, de annyira nem, hogy mondjam, rózsaszín felhős a hangulat nálatok, hiszen tagokat toboroztok, szükség van emberekre, hány fő indul most tőletek, és hány főt vártok még, és egyáltalán ebbe a delegációba ki csatlakozhat, mik a feltételek? Hát feltételnek egyedül egyet mondanék, hogy a 18. életévét betöltött személynek kell lennie, mert külföldre megyünk, azért ez tényleg egy fesztivál, és azért biztonságosabb, hogyha 18 éven fölül jön velünk, de ezen kívül bárki. Szóval egészen 60 pluszosok, 70 pluszosok is, fiatalok, fiatal felnőttek, férfiak, nők, bárki, és ez egy... Nem egy annyira profi fesztivál, tehát inkább így az amatőr irányba megy el. Nagyon jó sportolók is szoktak velünk jönni, de igazából ennek az a lényeg, hogy élvezzük, amit csinálunk, és emiatt ilyen nagyobb előkészületet nem igényel, inkább az összetartás a lényeg. Úgyhogy bárkit várunk, aki szívesen részt venne így a felsorolt tevékenységekben, vagy akár szeretne egy jó szentendrei csapat tagja lenni, szeretne más szentendrei fiatalokkal megismerkedni, mert a fogorvostól kezdve autószerelőn, közgazdászon, kertrendezőn keresztül mindenki megtalálható így az Egyesületben, úgyhogy mint csapat is nagyon színes és összetartó. Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete mennyire vár a térségből is tagokat? Tehát mennyire kizáró ok, hogyha valaki nem szentendrei lakos? Egyáltalán nem. Bárkit nagyon szívesen várunk. Szeretnénk fiatalítani a csapatot, úgyhogy bárkinek a jelentkezését nagyon szívesen vesszük. Említetted, hogy fiatalítani szeretnétek a csapatot, több tíz éve vagytok jelen a város életében. Mennyire jellemző, hogy valaki akár 18 évesen került hozzátok, és már kinőtte azt a korosztályt, ahogy csatlakozott, de még mindig hozzátok tartozik? Teljesen. Teljesen jellemző. Van egy olyan tagunk, aki az elejétől kezdve az összes fesztiválon részt vett, és ott, mint 18 éven aluli szerepelt még, hiszen akkor elkísérte az édesanyja, és akkor így együtt meg tudták oldani, és ő például
az összes fesztiválon részt vett, és nagyon szerves tagja az Egyesületnek is, Lackó Rolandnak hívják egyébként, aki fogorvos éppen, hogy fogorvosként dolgozik, de ő fogja össze így a sport részét ennek a fesztiválnak. Nagy örömmel vettem, hogy amikor beléptél a Szentendrei Média Központ épületébe, akkor megosztottad velem azt a jó hírt, hogy a tavalyi taktoporzásotok alkalmával, amikor szintén lehetőséget adtunk arra, hogy ezt kamerák előtt tegyük meg itt Szentendrén, volt gyümölcse, hiszen jelentkeztek a tévéadás után, és sikerült embereket behívni ezáltal. Nyilván most is bíztok ebben, ugye, hogy ez megtörténhet? Igen, igen, igen. Ezért vagyok itt ismét, mert úgy tűnik, hogy ez egy jó út, amivel újabb tagokat tudunk bevonni, és nem csak erre a fesztiválra, nem csak a fesztivál kapcsán, tehát a fesztivál kapcsán kapcsolódtak be, de ugyanúgy azóta tevékenyen részt vesznek az Egyesület más programjain is, illetve az életébe, és ez egy nagyon jó dolog, hogy van egy olyan dolog, ami így belőki őket ebbe a jó kis társaságba, és utána benn maradnak, és sokkal inkább a magukénak érzik, és erősödik a kötődésük. Évek óta átlátod az Egyesületet. Mit látsz egyen-egyenként? Mennyire változik meg a gondolkodásmódunk a nemzetekkel kapcsolatban, hogyha ilyen szorosan részt veszünk egy ilyen egyesület életében, ahol találkozunk különböző nemzetekkel? A hétköznapokban mennyire gondolkodunk másként az emberekről? Hát... Én azt hiszem, hogy ennek mindenképpen pozitív hozadéka van. Nem emlékszem olyan tapasztalatra, vagy olyan, nincsen olyan emlékem, hogy ez bármifajta negatív érzést, vagy hozzáállást hozott volna ki bármelyik fesztivál résztvevő szeméből. Most így más nemzetekre is gondolok. Én elfogadóbbak leszünk, hogyha személyesen találkozunk különböző nemzet személyeivel? Igen, és pont amiatt, hogy van egy ilyen kerete, de mégis mellette megvan a lazasága ennek az eseménynek, rengeteg lehetőséget biztosít az ismerkedésre. És nagyon sok személyes kapcsolat, tehát nem csak az van, hogy elmegyünk a fesztiválra, ott jól érezzük magunkat, ott elbeszélgettünk, hanem tényleg olyan kapcsolatok alakultak ki, amik évközben is működnek, és akkor ide jönnek belgák meglátogatni minket, vagy magyarok közül utaznak ki, valakik, nem tudom, a lengyelekhez, a lengyel egyesülethez, vagy akár ott egy családhoz, úgyhogy ilyen nagyon, nagyon személyessé tud válni ez a dolog, és ez, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen hasznos. A műsor vége felé kérlek, mondjuk el még egyszer, hogy mikor, hova utaztok, kiket vártok, és hány férőhely van még? Férőhelyet pontosan nem tudok mondani, de... Mindenki érdeklődhet, és akkor én tudok bővebb tájékoztatást nyújtani, majd nem tudom, hogy a telefonszámot tudom-e megadni, vagy e-mail címet. Hát szerintem, hogyha a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete oldalára ellátogatnak, vagy akár igen, minket felkeresnek, akkor mi segítünk a kapcsolat továbbításában. Még egy nagyon fontos dolog, ami kérdés lehet a kedves nézők számára, hogy maga az út ez alkalommal önköltséges. Igen. Ugyan igyekszünk támogatásokat gyűjteni, de mivel egy civil alapon szerveződő non-profit egyesületről van szó, így ennek van némi önköltsége. Erről is szívesen elmondok mindent, viszont ez az összeg ez magába foglalja a teljes egyhetes programokon való részvételt, az utazást, a napi háromszori étkezést, plusz van egy szabad nap, amikor kirándulni megy a csapat, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, viszont elég sürget a határidő, ugyanis jövő hét pénteken indul a csapat, július 20-án pénteken este 6 órakor, úgyhogy ha lehet, akkor én meg is adnék egy határidőt, hogy jövő hét kedd 17-ig várjuk a jelentkezéseket, hogy még azért be tudjuk integrálni a esetleges résztvevőket a csapatba, illetve tényleg tudjunk egy bővebb tájékoztatást nyújtani számukra. És hát az nagyon-nagyon fontos, amit említettél is, hogy nem kell hozzá előképzettség, nem kell profi sportolónak lenni, bőven elég a kedv és igen, maga a nyitottság a fesztivál felé. De hogyha még nincs is nyitottság, az ott biztos, hogy a busz út során megjön, mert hogy az is egy nagyon, nagyon jó kis történet szokott lenni, amikor együtt készülünk fel
Első napon megrendezése kerül a felvonulásra, dalokat éneklünk, kártyázunk a buszon, úgyhogy már az maga egy kis csapatépítő esemény. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Népek Fesztiválja a ti életetekben egy nagyon nagy horderejű pont, ami nagyon-nagyon sok felkészülést vesz igénybe részletekről, biztos, hogy készültök erre, de ha már itt vagy, akkor kérlek beszélj nekünk arról, hogy a nyár további része hogy alakul nálatok, illetve az őszi időszak. Hát, mivel ez júliusban kerül megrendezésre, így a június-július igazából erre összpontosít, így az egyesület életével kapcsolatban. Viszont 19-e környékén érkezik egy fiatalokból álló társaság Angliából, és az önkormányzat meghívására, de mint nemzetközi civil egyesület mi is bekapcsolódunk, úgyhogy ez lesz még egy feladatunk. Illetve szeptemberben tervezünk egy buszos kirándulást Gubbióba, az olasz testvérvárosba, ott is együttműködve a kinti civil szervezettel, és hát karácsony tájéken hangolódunk a kis karácsonyi összejövetelünkre, illetve cipős doboz akciót szoktunk szervezni a moldvai csángó magyar gyerekek megajándékozása ügyében, amivel elég sok egyéb szentendrei iskolával együttműködünk, illetve szervezettel. Trombitás Titánia, köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál. Remélem idén is gyümölcsöző lesz az a tagtoborzás, ami itt történt meg nálunk. További sok sikert nektek. Köszönöm szépen. A kedves televízió nézők figyelmét is megköszönöm. Önök a Fókuszban című magazinműsorunkat látták itt a TV Szentendrén. Viszontlátásra!